Én már, én már hétfő óta nagyon várom ezt az előadást, amikor meghallgattam Zsolt e, e, meghívó videóját ehhez az utolsó előadáshoz, e, akkor én már úgy, hogy úristen, tök jó lesz, már nagyon-nagyon várom. Tehát a célokról lesz most szó, méghozzá, hogy miért is fontos célokat állítani. A következő előadót én nagyon-nagyon szeretem hallgatni, hogy említettem Zsoltot, hiszen nagyon motiváló az előadás módja, és hát szeretek profiktól tanulni. Ő 20 évesen kezdte első vállalkozását, egy jó menő reklám grafika stúdió tulajdonosa volt. Sportemberként is több sportban jeleskedik, kiválóan szörfözik és vitorlázik, volt síoktató. Lefutotta a maratont, megtanult helikoptert vezetni, elérte a feketőves szintet a Kyokushin karatéban, és mostanában sikló ernyővel szabadon az égen. Több mint tíz év sikeres vállalkozói élet után belekezdett az MLM üzletbe, mert kereste azt a lehetőséget, ami megadta számára a valódi anyagi függetlenséget. 24 éve foglalkozik a forever üzlettel. És amire nagyon büszke az az, hogy munkája során több mint 300 családnak járult hozzá valamilyen módon az anyagi és egészségügyi jólétéhez. Csapatában 270 elismert igazgató, 21 szenior, 6 szóring, 4 zafír és 1 kémán zafír van. Fogadjátok szeretettel a Dream Team Global vállalkozói csoport egyik alapítója, Levelek is volt Szóring Menedzser előadásának címe, Miért fontosságú a célállítás? Köszönöm szépen, köszönöm szépen a felépítést, nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket. És a kérdésem a következő. Akarsz-e boldog lenni? Nézem az arcokat. Akarsz? Oké. Okay. A boldog élet alapfeltétele az, hogy legyenek céljaid az életben. És hajtsál azért, hogy ezeket elért. Oké, okay, ez az alap. Ha nincsen célod, és nem haladsz felé, történhet veled bármi, akkor sem leszel boldog. Persze, lehet, hogy most apukád venne neked mondjuk egy egy piros porsét, vagy amiért szeretnél, lehet, hogy boldog lennél egy rövid ideig. Oké? Okay? De az igazi boldogságot, az igazi élet élvezetét az adja, hogy haladsz a céljaid felé, közben legyőzöd az akadályokat, és amikor és, kö, és büszke vagy magadra. Igazából a büszkeség talán fontosabb is, mint az, hogy boldog legyél. Na most, ehhez viszont alapvetően szükség lesz célokra. Ki az, aki hallott már arról, hogy célokat kell kitűzni? Hm? Hallottatok már? Oké. Okay. Ki az, aki tűzött ki célokat, és nem sikerült? Egy páran vagyunk így. Ezért én eléggé bele, euh, bele a témába, már csak azért is, mert nekem mindig ez volt az erősségem. Én mindig úgy tudtam az élet bármely területén elérni sikert, hogy nagyon jó voltam a célok állításában, és utána ragaszkodtam hozzá, hogy azt, hogy azt megtegyem. És tudod, ha az ember valamiben alapvetően jó, akkor nem feltétlenül tudja, hogy hogy kell azt megcsinálni és hogy kell tanítani. Úgyhogy ezen nekem nagyon sokat kellett gondolkodnom, tanulnom, hogy mi az a dolog, ami nálam ennyire jól működik. Hogy lehet az, hogy kitűzök egy célt, és elkezd, mintha az univerzum elkezdené behúzni. Mik azok a dolgok, amiket én csinálok, hogy ez működjön? Mert nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek működik, igaz? Nyilvánvaló, hogy te is kitűztél már célt és ha még nem vagy a menedzserek között, és mondjuk az volt a cél, akkor neked nem működött. Mi a gond? Na, ez az előadás nem arról fog szólni, hogy célt kell kitűzni, hanem arról, hogy hogyan és mik azok a dolgok, amik mellé kellenek még ahhoz, hogy a céljaid valóra váljanak. Mehet? Jó, akkor, akkor nyomjuk, megosztom veletek a prezentációmat. Azt mondja, hogy és itt is van. Oké, okay, elvileg látszik is, ugye? Nem, a, nem ilyen külön ablakba, ugye, hanem rendes. Jó, szuper. De most meg, megint kísérleteztem egy kicsit a, a zoommal, úgyhogy. <laughs> Na mindegy. A lényeg a következő, hogy ugye célokat kell kitűzni. Beszélgettem a 20 éves lányommal, és azt mondta, hogy a mai Fiataloknak, a mai korosztályoknak az az egyik nagy problémája, hogy szeretnének sikert elérni, de nem tudják, hogy hogyan. És egy titkot most megosztok veletek. A hogyan igazából nem is nagyon számít. Nagyon érdekes, ha az ember a célokat kitűzi, és azokat az akadályokat is még ö, megcsinálja, amikről ma beszélni fogok, akkor a hogyan elkezd behúzni, elkezdi behúzni az élet. Amikor én az első munkahelyemen ott álltam, és rájöttem, hogy 15 nap szabadságom lesz az élet, a, a, egy évben, és majdnem szívinfartust kaptam, én ott helyben eldöntöttem, hogy gazdag leszek és szabad. fogalmam sem volt, hogy hogyan. Jó? Egyáltalán nem tudtam, hogy hogyan. Csak eldöntöttem, hogy ez lesz. És az élet elkezdte adni nekem a lehetőségeket. Persze ezt észre kell venni, hogy kaptál lehetőséget. Oké? Okay? Tehát az első és legfontosabb az, hogy tűzd ki egy célt, legyen ez a cél egy olyan, ahol nem gondolkozol azon, hogy te erre alkalmas vagy nem alkalmas vagy, illetve nyilván itt majd egy, hozzá, majd egy kicsit kiegészítem. De gondold azt, hogy hogy leírod azt, hogy hogy akarsz élni, mit szeretnél, az élet életkörülményeidet, hogy mit van, hogy hogy élsz, és gondold ezt úgy, hogy ha ezt leírod ebbe a füzetbe, hogy a célfalra, akkor megvalósulhat. Ha nem, akkor nem. És itt az elején szeretnék valamit nagyon fontosat leszögezni veletek. Gondolj egy nagy célra az életedben, amit úgy szerettél volna megtenni. Mennyi, tehát, nem is azt mondom, hogy mennyi az esélye, mert hogyha nagyon akarod, akkor az esélye száz százalék, hanem mennyire nehéz azt a célt elérni. Nehéz, ugye? Tehát azért oda kell tenned magad, és dolgozni kell érte, és itt csó mindennek. Na most Képzeld el, hogy mennyi az esélye annak, hogy ez a cél megvalósuljon, ha nem is tűzöd ki célul. Ha nem egyszerűen csak rád szakad egy halom pénz hirtelen, és azt mondják, hogy legyél boldog. Tehát annak mennyi az esélye, hogy ez meg fog történni? Álljál sokat kint viharba, mert a... a a villám kétszer előbb belét fog csapni, mint ahogy lottod legyen az ötösön. Nem, ötösöd legyen a lotton. Oké? Okay? Okay. Tehát ahhoz, hogy valami megtörténjen veled az életbe, legalább ki kell tűznöd célul, és el kell dönteni, hogy meg akarod csinálni. No, akkor nézzük ezt a célállítás technikát egy picit közelebbről. Ez egy elég új dolog lesz szerintem, amit most mondok nektek. Nekem is viszonylag új, de a, a, a világ itt Magyarországon, nem tudom, lehet, hogy itt is, de tudjátok, az amerikaiak, meg ezek a elképesztő fickók, mint a Dean Graziosi, meg a, a, Tony Robbins és a többiek, ezek elképesztő, hogy mennyivel előttünk járnak ilyen motiválás, eh, eh, coaching, hogy mondják ezt, tehát, hogy amikor segítenek valakinek, hogy, hogy több dolgot érjen, rendkívüli módon előttünk járnak. Ezért én ezt Magyarországon még nem hallottam sehol, nem tudom, hallottatok-e már a smart célokról. Smart célokról. A smart ugye okosat is jelent, de ez most egy ez most egy ilyen mozaik szó. Egy mozaik szó, és a célok állításánál erre az öt dologra kell odafigyelned, hogy ha azt akarod, hogy ezek jobban megvalósuljanak. Az első, a specific, Azaz meghatározott. Um, fogalmaz precízen, hogy ne legyen félreérthető a cél. Elképesztő, ezt én um, annak idején, amikor én tanultam célállításról, meg ilyenekről, megmondom őszintén, jó alaposan meg is viccelt az élet. Mert ez nagyon-nagyon régen volt, még hagyományos vállalkozásom volt, és azt mondták, hogy írd le, hogy mennyit akarsz keresni. És én leírtam, hogy a cégem bevétele 5 millió forint. Hát ez jó régen volt már, a 30 éve, tehát akkor az, az 5 millió az nem volt rossz. Gyerekek, abban az évben fizettem életem legtöbb nyereségadóját. Ugyanis a cégem bevétele volt 5 millió forint adózás előtt. Értitek? Tehát nagyon pontosan meg kell fogalmaznod, hogy mit akarsz. Precízen, hogy nehogy az univerzum, az Isten, a Buddha, amiben hiszel, félreértse azt, amit mondasz, mert meg fogod kapni. <laughs> Jó? Tehát specifikus, meghatározott. A következő az M, a Measurable, azaz mérhető. Tehát számmal meghatározható, és a haladás követhető. Fogok majd példát is mondani rá, most csak végigmegyünk, hogy mit jelent a smart. Jó? Tehát meg kell tudnod határozni pontosan, hogy mit akarsz elérni, és mivel számmal követhető a haladásra, is tudod mérni, hogy most afelé mész, vagy nem. A következő az achievable, azaz elérhető. Na itt van egy olyan, ugye régen tanultuk ezt, hogy célozd meg a holdat, és találd el a kerítést. Igen, de legyen reális az a cél. Tehát ha én most azt tűzném ki, hogy űrhajós leszek, nem biztos, hogy reális a koromnál fogva. Jó? Vagy, vagy ketrec harcos világbajnok szeretnék lenni. hát, ha sikerülne, fölnézne rám a világ, de az a helyzet, hogy hát így 54-hez közel, ez már nem biztos, hogy az én sportom lesz, értitek? Tehát valamennyire, ne tűz ki, volt egyszer megkérdeztem egy lelkes kezdő munkatársamat, hogy mennyi pénzt akarsz keresni. Azt mondja, hogy egy havi 10 milliárdot. Jó cél, nem? De hát, na, maradjunk azon, hogy egy picit a realitáson kívül esik. Egyelőre. is nekem a havi 10 milliárd. Még az éves is. Na mindegy. Ja, és úgy, hogy konkrétan kilogott a fenek a gatyájából, tehát annyira nem volt pénze. Jó lett volna neki, szerintem a havi egy millió is. Na mindegy. Értitek, hogy reális legyen. Releváns, az egy nagyon lényeges dolog. Ilyen ezzel még nem nagyon találkoztam ezzel a nézőponttal, hogy az a cél, amit kitűzöl, az támogassa a fő céljaidat. Tehát az, hogy te mondjuk menedzser akarsz lenni, annak támogatnia kell a te életednek az alapvető fő céljait. Mondjuk az, hogy menedzsernek lenni, az elég sok mindenre jó. De én például Uh, régebben kérdeztem, így az embereknek nagyon be volt csípve ez, hogy, hogy angolul akartak tanulni, és amikor megkérdeztem, hogy miért nem tudták megmondani, uh, tehát uh, nem volt vele célja az életében, az ő életében annak most beszél, hogy angolul maximum ilyen presztízsértéke volt. Értitek? Vagy, vagy, hogy mondjam, uh, tehát a lényeg az, hogy a céljaid, az összes célod így nagyjából egy irányba haladjanak. Mert ha az egyik cél erre visz a másik, erre a harmadik, erre a negyedik, meg erre, akkor nem fogsz jutni sehova, mert egymással ellen dolgoznak a célok. Oké? Okay? És a T, az pedig az időhöz kötött, tehát határozd meg a dátumot, de nagyon érdekes, amikor ezt olvastam, hogy azt is határoznak, hogy mikor kezdesz neki. Érdekes gondolat, nem? Jó, mert az emberek kitűzik, hogy... 2023 márciusára igazgató leszek. És nem kezdenek neki. Oké, okay, és utána eltelik két-három hónap, és rájön, hogy nem, nem fog megvalósulni a cél. Jó, tehát ezek a smart célok. Ezeket figyelembe kell venni akkor, amikor megfogalmazol egy célt. Mondok erre példát, jó? Egy gyenge smart cél, anyagilag független vagyok. Ezt hiába fogod kiírni a faladra. Oké? Okay? Ez egy. Most már, ha látod a smart meghatározását, akkor tudod, hogy hogy miért nem jó. Ugyanez, mondjuk, hogy anyagilag független akarok lenni, kidolgozva. Specifikus. Oké? Okay? Elérem a Forever Manager szintet. Most ne vitatkozzunk azon, hogy az anyagi függetlenség vagy nem. Magyarországon határos <laughs> vele. És amikor először leírtam ezt a nektek ezt a példát, oda, annyit írtam csak le, hogy elérem a menedzser szintet. Nem írtam bele azt, hogy forever. Ez megtörtént velem, én egy előző, egy másik multilevel cégben kezdtem az életemet, és ott is leírtam, hogy mennyi jövedelmet akarok magamnak megszerezni. És kezdetek elértem, de nem onnan. És, és ezért jó volt az a pénz is, csak ami hozzá társult, az a mennyiségű munka. Na, az nem hálózatépítős bevétel volt. Jó, az kőkemény vállalkozói bevétel volt. Oké. Okay. A következő az, hogy mérhető. Tehát határozd meg, hogy te hogy akarsz menedzser lenni. Hogy havi 60 cc forgalommal, két FR, tehát Foundation Rank vonal struktúrával, ami legalább 700 ezer forint jutalékot hoz havonta. Okay. Ez mérhető. Ezt tudod, eh, tudod, követni, tudod a pontokat követni, tudod magad eh, követni, meg a szponzorod is, hogy hogy állsz az eferjeiddel, ez a sajátoddal, pán és örenkekkel, ugye ez az alapépítő struktúra, és hogy hogy a bevételeddel. A következő az, hogy elérhető legyen. Itt nyilván ez elérhető, de például egy olyan embernek, aki mondjuk gyűlöli az embereket, és egy barlangban él, nem biztos, hogy ez lesz az ő életútja, hogy ő forever manager legyen. Oké? Okay? Persze itt nyilván vannak szintek. Tehát, ha te szereted az embereket, jól kommunikálsz, vagy hajlandó vagy megtanulni kommunikálni, mert itt szükséged lesz rá, jó? Nem várok zsákba Itt te nem leszel menedzser, ha nem tudsz kommunikálni. Tehát ezt igazából itt le tudod magad ellenőrizni, hogy te jelen pillanatban megfelelsz neki alaptuladomságokba, vagy hogy mivel, miben kell még változnod. Jó? Tehát, hogyha majd az én célom az lenne, hogy 2000 os világbajnok, akkor ennél a pontnál oda kellene, hogy írjam, hogy sajnos ez a cél nem fog megvalósulni, mert én erre most már testileg alkalmatlan vagyok. Oké? Okay? Ez érthető volt így? Releváns Azaz a, a fő céljaiddal összeegyezhető. Mindig is szabad életre vágytam. Oké? Okay. Én, legalábbis. Ha te is, akkor neked is ez jó. Vagy, vagy szereted a kihívásokat, vagy szeretsz emberekkel, az a, az a, az a küldetésed az életben, hogy segíts embereknek. Oké? Okay. Akkor neked ez releváns lesz az, hogy te az előzőeket megcsináld. És időhöz kötött. Tehát neki kezdek a mai napon, mai napon, jó, mai napon, és 2023. október 6-ában menedzser vagyok. Jó, ez a kidolgozása, hogy, hogy egy cél. E Smart legyen, az az okos, és akkor összefoglal, le tud írni, Forever menedzser vagyok, 2023-6. hónapban, úgyhogy van minimum két for e FR vonalam, és a bevételem minimum 7000 forint per hó. Ezzel elindulok a szabad élet útján, miközben azt csinálom, amit szeretek. Hogy hangzik? Egy picit, egy picit jobb? Egy picit másképp hangzik. Mintha egyszerűen csak kírült, hogy anyagilag független vagyok. Hm? Szerintem jó, oké. Okay. Na, tehát az első és legfontosabb, határozd meg a céljaidat, és okosítsd meg őket, legyenek smart célok. Na jó, megvannak mondjuk a smart célok, itt vagy te, és el akarsz jutni a célodig. Most nézzük, hogy mik azok a dolgok, amik utatba fognak állni, most nyilván nem a rokonokra, meg a barátokra gondoltam, meg akik nem akarják, hogy ezt megcsináld, hanem mik azok a lelki dolgok, amiket még meg kell tenned ahhoz, hogy elérje a, a smart célodig. Először is a régi sztoriaid. El fogom mondani, hogy mi ez, jó? Tehát ott állnak az utatba a régi hiedelmeid, a sztoriaid. A következő, az önbizalom hiány. A 4C az az önbizalom négy alkotó elemét fogom neked elmondani, hogy hogyan tudsz önbizalmat szerezni. Valakinek esetleg szüksége lenne egy kicsit több önbizalomra, hogy el tudjon indulni? Szerintem tuti. És a harmadik pedig a miérted. Hogy miért akarod azokat a célokat megvalósítani? Ha ezek megvannak, akkor sokkal könnyebben el fogsz jutni a smart célodig, jó? Na, vegyük akkor először a régi sztoriaidat. Szeretném bemutatni neked ezt a figurát. <laughs> Oké. Okay. Ennek még jelentősége lesz. Itt van ő, és mondjuk arról beszél, hogy ő milyen kövér. És az ő sztoria, az hogy rossz példát hozott a szüleitől, vagy mondhatok itt egy-kettőt, rossz gyerekkora volt, családom nem támogatott, nem, voltam, nem volt jó példám, beteg voltam, kirúgtak a munkahelyemről, és azért híztam meg, vagy stb. stb. Na most, az a helyzet, hogy az emberek dédelgetnek magukban régi sérelmeket, történeteket, amik megmagyarázzák azt, hogy most miért nem sikeresek. A kérdésem hozzád a következő. Neked van ilyen? Van. Ideje szembenézni vele. Oké. Okay. Vedd elő ezeket a történeteket. Ezt most itt nem fogod tudni megcsinálni. Ez az előadás valószínűleg újra kell majd hallgatnod, jegyzett füzettel, és itt ennél résznél állj meg, légy szíves, és, és kezd el írni, hogy mik azok a történetek, amiket te mindig mondasz akkor, amikor megmagyarázod a dolgaidat. Mit mesélsz a barátaidnak? Mit beszélsz az ismerőseidnek? Hú, nekem nagyon szörnyű gyerekkorom volt, és apám állandóan vert, vagy, vagy nem támogat a családom, ezért nem tudok előre jutni, vagy engem soha nem tanítottak meg beszélni, olyan környezetben nőttem föl, szegények voltunk, stb. stb. Ezek azok, amivel igazolod azt, hogy miért nem haladsz előre, és ezek nagyon alattomosan működnek. Ezek beivódnak a tudat alattitba, és megakadályozzák azt, hogy beindítsd a célkövető mechanizmusokat. Hiába raksz ki arra felé, hiába raksz ki célokat, ezek ott vannak, és visszafognak téged. Hiszen, hogy lehet neked nagy házad, meg szép autód? Hiszen rossz gyerekkorod volt. Oké? Okay. Na, ha ezeket leírtad, akkor utána ki kell, ja igen, rossz környezetben nőttem föl, ki kell alakítanod magadnak a menő életedet. Oké? Okay. Ez ugyanaz a fickó, csak egy kicsit lefogyott, meg egy kicsit lebarnult, meg egy kicsit jobban mosolyog. És van itt egy, van több technika is. Az egyik, azt most nem írtam ide föl, csak eszembe jutott, miközben tartom az előadást. Írd föl magadnak, mi a menő bennem? What is cool? Mi a menő bennem? ez a menő, tehát amit, amiben te jó vagy. Írj egy listát magadról, hogy miben vagy brutál jó, vagy legalábbis jó, vagy ami menő más emberek számára. Jó? Építsd föl egy picit a, a magadat. Írj egy listát arról. Ez egyik. A másik, a régi sztoriaidat meg fogjuk változtatni. Használd a régi sztoriaidat arra, hogy megváltoztasd a sorsodat. Tehát itt van például hogy rossz gyerekkorom volt. Mondd ezt! Mivel rossz gyerekkorom volt, pontosan tudom, hogy milyen a rossz élet. Tudom, hogy mit nem akarok, és mindent megteszek azért, hogy jó életem legyen. Vagy én nem tudok beszélni. Mivel én nem tudtam soha beszélni, legem is jól, ezért meg kellett tanulnom, és ma. Profi szinten tudok előadást tartani, és másoknak is meg tudom tanítani, hogy ez hogyan kell csinálni. Értitek? Változtasd át a régi, ez az korlátozó gondolatokat, ez a limiting belief, a régi korlátozó gondolataidat pozitív gondolatokká magaddal kapcsolatban. És a feladatod az lesz, hogy kell csinálni egy ilyen montást, amit itt látsz. Oké? Okay? Találj egy képet magadról, ahol vacakul nézel ki. Jó? Valahonnan szedj elő. Ha régi fotón van, akkor szkenneld be. Ha, ha megvan digitálisan, talál egy olyat, ahol rosszul, ahol rosszul mentek a dolgaid. Bár ilyenkor az ember nem nagyon szokta magát fotózni, de találj egyet. Jó, vagy csinálj. Csinálj úgy, mint a rosszul mennének a dolgok és találj egy fotót, ahol nagyon jó volt az élet, ahol imádtál érni, amikor sikered volt, amikor valami, valami klassz dolog történt veled. Ha ilyen nem nagyon volt, akkor, eh, vá akkor montázsold össze egy, egy, fotót az internetről, és így vágd oda a fejedet. Jó, hogyha nem tudod megcsinálni eh, elektronikusan, akkor kisonlóval vágj és fényképez le. Oké? Okay? Tehát, hogy legyél te, a, 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 szuper, a menő képed, és a régi képed, és egy ragd el így egymás mellé, és a régi, a rossz képed fölé írd oda esetleg egy régi gúny nevedet, ahogy csúfoltak téged. De a lényeg az, hogy el kell őket nevezni. Úgynevezett personákat kell készíteni. Jó? Tehát vagy a volt gúny neved, vagy egy olyan név, amit nem szeretsz, vagy bármi. Vagy adhatsz neki teljesen más nevet is. Jó? És a menő képet fölé pedig pedig írd, írd a saját neved, vagy amit szeretnél művész neved. És akkor a, ba, a bal oldalra írd le azokat a viselkedés mintákat, gondolatokat, korlátozó gondolatokat, rossz dolgokat magadról, amit amit eddig mondtál magadnak, vagy amit mondtak neked, vagy amit gondoltál magadról. És a jobb oldalra pedig írd le a pozitív állításokat, a pozitív gondolatokat magadról, vagy amilyen akarsz lenni. Jó? És Dean azt javasolja, hogy csinálj ebből egy montást, és rakd ki magadnak a falra, a, akár rakhatod a, a, a képernyő fotónak is, nem ez lesz örökre ott, csak amíg nem segít neked kijönni ezekből a régi sztorikból. És mindig, amikor azon kapod magad, hogy előhozod, mit tudom én, elkezdesz meghívni, nem sikerül egy meghívás, és akkor, ó, oh, hát ez nekem soha nem fog menni, anyám is megmondta, hogy, azért, hogy én egy lúzer vagyok. Akkor előveszed ezt a képet, és, és akkor ott már neven nevezed magad, mondjuk a gúny neved legyen az, hogy, hogy Béla, a, a rendes neved meg legyen az, hogy Zsolt, most ez így könnyebben meg tudom érezni. És akkor azt mondod, ó, oh, már megint a Béla beszél. Már megint a Béla beszél, de én nem Béla, és ránézel a kép, én nem Béla vagyok, én Zsolt vagyok. A Zsolt pedig mosolyog, és nem olyan dagat, mint Béla, hanem, hanem tök jól néz ki, és szereti az életét, és kiválóan beszél, és anyagiak független, és példakép, és profi értékesítő, és húzd föl magad, a saját hajadnál fogva fog meg, és húzd föl magad. Egészen addig, amíg ez egy szokássá nem válik, és szépen kigyomlálod magadból ezeket a régi mocskokat, bocsánat, hogy ezt mondtam, egy régi eh, eh, korlátozó gondolataidat. Hm? Hogy tetszik az ötlet? Jó? Meg is kéne csinálni. Én biztos, hogy a munkatársaimnál ezt meg fogom nézni. <laughs> Jutka, már mosolyog. Oké, okay, most pont látlak is téged. Na, akkor ez a régi, régi sztori és új sztori, jó? A következő az önbizalom. Ugye, amikor megkérdeztem, hogy van-e szükséged önbizalomra, akkor általában az emberek föltették a kezüket. Na, itt a önbizalom négy összetevőjét és lépcsőfokát ne, fogom nektek elmondani, hogy hogyan tudod kiépíteni az önbizalmat. Ugyanis, mit tudom én, megvan a célod, már, már felturboztad magad, nem Béla vagy, hanem Zsolt vagy, vagy ahogy te eh, hívni akarod magad, és akkor jön a, ez hú, uh, most rá kéne írni arra, nem tudom kire, és, és úgy érzed, hogy nincs önbizalmad. Ahhoz, hogy kiépítsd az önbizalmad, ahhoz az első lépés az, hogy bátornak kell lenned. Az első C, a négy darab C az angolul lesz, ezért odaírtam angolul is. Bátorság. A bátorság nem azt jelenti, hogy valaki nem fél. Hanem a bátorság azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy fél, neki kezd. ez az első lépés az önbizalom megszilárdításához. Amikor félsz, és azt mondod, hogy hú, nem akarok ráírni, vagy nem akarom fölhívni, vagy mit fog mondani, vagy mit tudom én, mellesleg megjegyzem. Ha attól félsz, hogy mit fog mondani, akkor nem tanultad meg a kifogás kezelési technikákat, mert ha megtanultad, akkor nem fogsz félni. Na mindegy. Szóval félsz. És akkor azt, oké, okay, önbizalmat kell kialakítani. Bátorság. Nekimegyek. Oké. Okay? Neki megyek, lesz, ami lesz. Ma, mi, mi történhet? Valaki kinyúl a képernyőből, elkapja a torkomat és beránt. És örök életemben a virtuális világba fog élni. Ez a legrosszabb, ami történhet veled, nem? Nyilván nem. Jó? Tehát ilyenkor, amikor nincs elég önbizalmat, vedd elő a bátorságod, és csináld meg mindennek ellenére. Félsz? Oké, féljél, de csináld. Ez az első lépés. A második az elkötelezettség. Kötelezd el magad, amellett, hogy eléred a célodat. Ebben megint nincs benne a hogyan. Nem tudom, észrevettétek, hogy hogyan fogom elérni. Nem, nem ez a lényeg. Kötelezd el magad, hogy megteszed. Kötelezd el magad ahhoz, hogy megtanulod az ahhoz szükséges tudást, ami a cél eléréséhez kell. Ugyanis, hogyha elkötelezett vagy, és nincs más lehetőséged, és megszerezted a tudást, akkor sokkal nagyobb lesz az önbizalmad. Mert tudod, hogy merre mész. A következő cél a képességek. Meg kell szerezned a képességeket. Lehet, lehet nagy az önbizalmad, de ha fölkötlek egy siklóernyőre és lelöklek a hegyről, valószínűleg össze fogod magad törni, akkor, amikor le kell szállni. Jó? Tehát értem én, hogy lelkesek vagyunk, meg bátrak. Szóval nem vak, csak bátor. Meg elkötelezettek, de valamilyen szintű képességet el kell sajátítani ahhoz, hogy a céljadat el tud érni. Mert különben, ha meglenének, akkor már lehet, hogy elérted volna. Jó? Tehát Értsd meg, hogy te nem vagy olyan. Ha te milliomokos, milliómos akarsz lenni, te nem vagy olyan. Neked olyanná kell válnod. Különben nem leszel milliómos. Meg kell szerezni a képességeket, a, a bátorságot, az elkötelezettséget, és ha ezek megvannak, akkor alakul ki az önbizalom. Úgyhogy igazából csak három előlépése van, és akkor lesz önbizalmad. Jó? Na, tehát megvolt a célod? Megvolt a... El, elkezded magadba kialakítani azokat a a gondolatokat, amik előre visznek téged, és ott hagyod valahol a múltban azokat, amik hátrahúznak. És kezd el kialakítani az önbizalmadat. Először lehet, hogy bátornak kell. Oké. Okay. Emlékszem én is, amikor, amikor elkezdtem siklóernyőzni, inkább bátor voltam, mint a képességem meg lett volna, semmi önbizalmam nem volt benne olyan szempontból, hogy ott álltam egy lejtő szélen, és azt mondtam, hogy ez nem normális, aki itt lemegy. Jó? Tehát abszolút nem ment. Egyszerűen ott a bátorság. Azt mondtam, hogy oké, ha repülni akarok, akkor itt most le kell menni. Kész. Lesz, ami lesz, megyek. Nyilván megtanultam az alapképességeket, érted? Itt is ezt kell csinálni. Lesz, ami lesz, megyek. Nem érdekel, hogy mit fognak mondani. Megyek. Legfeljebb összetöröm magam, de akkor is repülni fogsz. Oké? Okay? No, hát ez volt az önbizalom. És akkor jön az utolsó összetevő. Ugye itt vagy most, a kék vonalnál, és itt vannak a céljaid. Valószínűleg a céljaid magasabban vannak valamilyen szempontból, mint ahol most vagy. Akár anyagilag, akár személyiségfejlődésben, akár kapcsolatban. És valahogy ezt a részt, ezt át kell hidalni. És a legtöbb embert, amikor megkérdezem, hogy szerintem mi kell ahhoz, hogy Ahonnan most vagy, elkerül a célod, mi fog átvinni téged a célok elérésében? A legtöbben azt mondják, hogy kitartás, meg, meg tudás, meg ilyenek. Ezek mind kellenek hozzá. De az alapvető dolog, ami kell hozzá, az nem más, mint egy miért. A miért. És kanyarodjunk vissza a célodhoz ha megnézed mondjuk, amit ott az elején írtam, hogy, hogy miért, miért leszel miért leszel menedzser, vagy miért akarsz 60 pontos, menedzser, 60 pontos menedzser akarsz lenni, stb. stb. Meg kell tudnod mondani, hogy miért. Ha erre nem tudod a választ, hogy miért akarod, akkor ez nem fog sikerülni. Meg kell találnod azt a miértet, ami átvisz téged minden akadályon. Oké? Okay. Ezen nem egy könnyű folyamat, ezen dolgoznod kell. És ebben az előadásban most nem is szeretném ezt kifejteni. Hál' Istennek megvan a könyv magyarul, ami erről beszél, úgyhogy nagyon-nagyon javaslom nektek Dean Graziosi könyvét elolvasni, esetleg Zsolti, ha megtennéd, hogy a csertbe beírod, hogy tudják, hogy kell írni. Dean graziosi -nak van egy könyve, a, angolul a, a Milliómos Siker Szokások, magyarul egy picit másképp van, de Zsolti mindjárt megkeresi nektek. Olvassátok el, jó? Ott, ott nagyon szépen meg, elmondja Dean, hogy miért fontos ez a miért, és nagyon lényeges, hogy mutat egy módszert arra, hogy hogyan kell megtalálnod a legbelsőbb miértedet. Jó? Erre szükséged lesz. Mert a miért fog átvinni. Persze, a hogyan is fontos. Jó, tehát ehhez kell ugye megtanulnod dolgokat, tudnod kell, hogy hogyan kell embereknél kifogást kezelni, meghívni, egy csomó mindent meg kell tanulnod. De a miért az, ami át fog téged vinni az egyik oldalról a másikra? Jó. Úgyhogy ezek a dolgok azok, amik egy pillanatra ide visszajövök, amik közted és a céljaid között vannak, ugye a régi sztoriaid, szabadulj meg tőlük, az önbizalmadat alakítsd ki, és találd meg a mi értedet. Hogyha ezeket mind megtaláltad, és hajlandó vagy tenni érte, a célt kint tartani, a miért az nagyon sokat fog neked segíteni, akkor el fogod érni a célodat. Jó? Ezt kívánom nektek. Küzdj a céljaidért, mert ha boldog akarsz lenni az életben, akkor csak így, csak ez a módja, hogy elérd a boldogságot. Küzdj a céljaidért, és, és győzze az akadályokat. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát hálásan köszönjük szépen